Összesen 7 vasúti vonalon kell áthaladnia az autósoknak ezen a ponton Mátészalkán. Korábban sok bosszúságot okozott ez a hely az itt közlekedőknek. A régi simpárok helyére azonban végre újak kerültek, és a kátyúk is eltűntek. Nem csak az átkelő újul meg, hanem annak mindkét oldalán újra aszfaltozzák a Zöldfa utcát. A munkálatok a tervek szerint haladnak, várhatóan május végére készülnek el a szakemberek. Jelenleg a Vastai átjáró és a 471-es számú főút közötti útnak a szélesítési munkái folynak. Ezek továbbra is igénybe veszik az út burkolat teljes szélességét, ezért előreláthatóan május végéig a Vastai átjáró le lesz zárva továbbra is. Ezt követően pedig a következő építési ütemekben a csomópontnak az északi, vagyis a Mátészalka belváros felé vezető Zöldfa utcai ága lesz lezárva, olyan módon, hogy a belváros felől a vasúti átjáró használatával később lehet személygépjárműveknek használni ezt az útvonalat, az Arany János köz felhasználásával ki tudnak jutni a 471-es számú főútra. Ez pedig már a Medgyesi és a Zöldfa utca kereszteződése. Itt is lesznek forgalomkorlátozások a közeljövőben, hamarosan ugyanis körforgalom építését kezdik meg. A Seregély utca is megújul, felújítják a közműveket, szélesítik az utat, és kerékpársávot is létrehoznak. Pillanatnyilag a szegélyépítés folyik, illetve szeretnénk a csapadékcsatorna hiányzó szakaszát helyre tenni, kitisztítani, ezután következnek a víznyelő rákötések, majd hogyha mind a két oldalon megépül a szegély, akkor pedig az aszfaltozás. Ez is előre láthatóan a kivitelező tájékoztatása szerint május végére elkészülhet, tehát elég ütemesen próbálunk haladni, és utána pedig teljes erővel a körforgalom építése fog következni. A jelenleg zajló közlekedési fejlesztéseket a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Város Önkormányzata konzorciumban valósítja meg. A szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy a munkálatok helyszíneit fokozott óvatossággal közelítsék meg.